Én bányászvárosban nőttem fel, ahol minden döntésnek komoly következménye volt. Ha például valaki a bányában rosszul döntött, az ember életeket követelhetett. Szerencse van, 2013-ban például, amikor tulajdonképpen elvették a rokkant bányászok nyugdíját, akkor az egyik lakossági gyűlésen egy feldühödött volt rokkant bányász pofon ütötte a polgármestert. A mi munkánkban gyakran úgy tűnik, hogy nincsenek következmények, és ez 10-ből 9 esetben így is van, de azért az egyért, amikor viszont igen, azért megéri mindegyiknek neki gyűrkőzni. Pestiek gyakran azt szokták mondani, hogy lemennek vidékre. Szerencsére nekem se fel, se le nem kell menni, ugyanis alapvetően a meccsekben élek, vagyis vidéken. Az átlátszó azért dolgozik vidéki szerzőkkel, hogy hitelesen be tudjuk mutatni azokat az ügyeket is, amik nem a fővárosban történnek. Ez azért nehéz, mert valószínűleg Budapesten nem fog szembe jönni veled Varga Mihály, miután megírtad azt, hogy luxusházat vett a Balatonon, viszont itt szembe jöhet a polgármester. Az emberek utálnak olvasni, ezért csináljuk ezeket a kis videókat. Meg például stand-up comedy formájában adjuk elő egy-egy oknyomozó cikkünknek a tartalmát. Erre a Goethe Intézet és a Duma Színház közös szervezésében került sor. Az átlátszótól én voltam az a szerencsés, aki elsőként részt vehetett egy ilyenen, na de miért? Hát mert nő vagyok, szőke is, és még vidéki is. My life be like. Gondoltuk, ez a halmozottan hátrányos helyzet már csak elég a felhőtlen szórakozáshoz.